Május 14-én a Szepsi Városi Művelődési Központ jóvoltából 2 év kihagyás után újra megrendezésre került a már sokak által várt Bab Fesztivál. A hagyományosnak mondható főzőversenyen idén 21 csapat mérte össze tudását a gasztronómia terén. A versenyzők között voltak többek között Szepsi testvérvárosai is. Kétféle étellel készültünk, amit nagyobb mennyiségben főztünk, az egy tárkonyos szarvasvad ragú, illetve mivel a delegációban vannak olyanok, akik tejérzékenyek, ezért ők abból nem tudnak enni, és ezért arra gondoltunk, hogy főzünk egy másféle babos ételt is, és pedig a mexikói köris csirke. Nagyon jó érzés, hogy 2 év kihagyás után ugye újra itt lehetünk, hiszen a Covid-járvány a mi hasonló rendezvényeinket is mind meggátolta, megszüntette. Hál' Istennek Szepsivel egyébként szoros a kapcsolat, hiszen több projektünk is van, ami közösen futott, és nem olyan rég volt ugye a kékfestősnek a zárása. Nagyon szép kiállítás van itt az épületben, amit meg lehet tekinteni. Úgyhogy nagyon jó újra itt lenni. Nagyon jó. És hál' Istennek az Isten is kegyes volt hozzánk, és az idő is nagyon jó. Alföldi babgulyás főztünk csipetkével, meg óriás palacsintát sütöttünk. Hát ezt szoktuk mindig. Már elfogyott egy órával ezelőtt minden. 60 liter babgulyás volt, hát nem is tudom, vagy 150 liter a óriás palacsinta, minden oda van. Örülünk neki, hogy elmúlt ez a pandémia, úgyhogy a vírushelyzet jó volt idejönni, szeretünk is idejönni. Nálunk ugye júniusban lesz az országos birkafőzőverseny, reméljük polgármester úrék is küldöttséggel, mely jönnek Karcagra, elfogadják a meghívásunkat, szívesen érkezünk. Én főleg azért is, én is, meg kolléganőm, ugye ide kötődünk, nekem apukám való ide Felvidékre, kolléganő az Szikszóra való, tehát Encs mellé, tehát hazajövünk úgymond. A zsűrit lenyűgözte a Szepsi Városi Hivatal alkalmazottai által készített babos étel, így az első helyet nekik sikerült megszerezniük. Második lett a Fachmani csapat, amely egy különlegességgel, mexikói chili con carnével készült. A Jászó mint szentiek nem csak ételükkel, hanem tematikus öltözetükkel is felkeltették a résztvevők figyelmét. Az előkelő 3. helyet az agrotechnikai szakközépiskolának sikerült elnyernie. Egy bodrogközi káposztás passzúj krumplilángossal készítettünk. Ezek az ízek, ezek a hagyományok kölcsönösek egymás között, tehát mind boldvevölgyek, mind a bodrogköziek, valahol ez a kötődés szoros, úgyhogy jó volt ezt így elkészíteni. Mi is szeretettel csináltuk, készítettük, egy igazi tímmunka volt. Igazán öröm volt 2 év pandémia után újra itt lenni a közösségbe, és azt gondolom, hogy ennek olyan formáló ereje van, ami építő jellegű. Bevallom őszintén, én nem először főztem ilyet, viszont a bodrog közben találkoztam vele én is. Tehát onnan jött az ötlet. Ez a gasztronómia mindig összeköti az embereket, és hát ilyeneket kell szervezni, rendezni, minél többet, minél többször legyünk együtt, szeressük egymást, és akkor jobb az élet, szebb az élet. A rendezvényen kiértékelték és díjazták a Tisztítsuk meg Szepsit programba bekapcsolódó csapatokat. A résztvevők feladata az volt, hogy rendbe tegyenek egy általuk választott helyszínt, illetve fényképet készítsenek a takarítás előtt és után. Idén több mint 1700-an csatlakoztak a felhíváshoz 30 csapat keretében. A Bab Fesztivál rendkívül sok érdeklődőt vonzott. A jó hangulatról a Szepsi Triál és a Zekeres Együttes gondoskodott, fergeteges koncertet adott az eperjesi Basavel is. A gyermekeknek ugrálóvárral, kürtős kaláccsal és cukorvattával kedveskedtek a szervezők. A Szepsi Városi Művelődési Központ legközelebb június 4-én hívja az érdeklődőket a bodollói Halastavak partjára, ahol gyermeknapi programok várják a legkisebbeket.